Szombaton zajlott, illetve zajlik a Padrakóti falunap, amelynek a programját három részre lehet osztani. Délelőtt mivel vártátok az érdeklődőket? Hát a délelőtti programunk egy kicsit az idén átalakult az időjárásra való tekintettel. Fél tíztől vártuk volna Rudi Boholcot, aki a gyerekeket szórakoztatja, de sajnos az eső miatt ez a műsor elmaradt, viszont nagyon örültünk neki, hogy azért a főzők is megjelentek, tehát azért volt néhány csapatunk, akik bátrak voltak és merészek, és az időjárás ellenére belevágtak a főzésbe, sőt, a gyerekek is megjöttek, és az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagjai segítettek neki. Gyurmáztak, rajzoltak, minden gyerek ajándékot kapott, így aztán kárpotoltuk őket Rudi Bohóc műsora miatt is. Mindemellett föllépett a Jubiláte női kar, aki vidám dalokkal szórakoztatta a közönséget, a Platina Tánc Stúdió is eljött hozzánk, és az Ajka Padrakút Néptánc Együttes. Ezután pedig a régi idők zenekara alapozta meg a hangulatot, természetesen a hagyományos parád és padrakúti felvonuláshoz. Hány csapat indult körülbelül a főzőversenyen, és melyik csapat főztje nyerte el leginkább a zsűri tetszését? Körülbelül 7 csapat volt, aki eljött és vállalkozott ebbe az zord időjárásba, hogy mégis főzni fognak. Akik a legjobbak voltak, ők a retro férfiak csapata volt. Második helyet Levi konyhája nyert el, a harmadikat pedig a szorgos hangyák, de minden csapat kapott ajándékot, tehát üres kézzel nem engedtünk haza senkit. Egy kiállítást is megtekinthetett a falunap közönsége. Igen, mindig próbálkozunk becsempészni egy kis ilyen dolgot is a falunapunkban, már többször voltak kiállításaink. Idén Simon Zoltán ajkai festőnek a festményeit tekinthette meg a közönség a nagyterembe. Egész délelőtt lehetősége volt mindenkinek arra, hogy megcsodálja ezeket a gyönyörű alkotásokat. Most idén Simon Zoltán ajkai származású festőnek a festményeit csodálhatta meg a közönség. Egész délelőtt a nagyteremben láthatták a festményeket, amik többnyire tájképek voltak, és igazából Zoli ajánlkozott föl, hogy ő szeretné megmutatni ezeket az alkotásokat, azzal a céllal, hogy minél több ember megismerje a munkáját, és minél többen próbálják őt keresni, megtalálni, hogyha érdeklődnek egy-egy festmény után. Hogy zajlott idén a hagyományos szüreti felvonulás? A hagyományos szüreti felvonulásunkra hál' Istennek kisütött a nap, úgyhogy rendbe zajlott minden. Ugyanazt az útvonalat jártuk végig, amit évek óta. Az annyival egészült ki ez a felvonulás idén, amit nem biztos, hogy mindenki észrevett, de egy sport repülőgépünk is volt, aki elhúzott néhányszor fölöttünk. Koppány Zoltán vezette ezt a repülőgépet, aki egyébként a régi idők zenekarában is zenélt. Úgyhogy végigjártunk mindent, nagyon szépen és nagyon rendben lezajlott a felvonulásunk, és amit még elfelejtettem a délelőtti programból, Paksa Rudinak a totója is idén is sorra került. Nagyon érdekes kérdések voltak, nagyon sokat lehetett belőle tanulni, és természetesen a totó kitöltőit is díjaztuk. Most, amikor beszélgetünk, már csak az utolsó két program van hátra, mik lesznek ezek? Az utolsó két programunk, Aú Csilla fog fellépni nálunk 8:30-kor, ő fogja szórakoztatni a közönséget gyönyörű hangjával és gyönyörű személyiségével, utána pedig Réfi Attiláék fognak zenélni, és indul a bál hajnalig, és mindenki kiengedheti a gőzt, mindenki, aki nagyon sokat segített ezen a mai napon, azok is, akik csak élvezték a mai napot, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk, és reméljük, hogy egy nagyon jó hangulatú idei falunapnak a végére fogunk érni majd hajnalban. Minden ember jó, megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha ember megvan, minden ember más, de éppen ez a jó, már eddig várja még, hogy felhagyja.